Folyamatos a munkavégzés a vasműben. Közvetlenül csaknem 5400 embernek ad munkát Dunaújvárosban. A vállalat tulajdonosa azonban 2013-ban 890 fő, 2016-ban pedig további 300 alkalmazott elbocsátására vonatkozó szándékát jelezte. Cseresnyés Péter, munkaerőpiacért és képzésért felelős államtitkár szeptember 21-én jelentette be, hogy a kormány támogatja a Dunafert. Ez 480 millió forintos munkahely megtartó támogatás mellett létszámleépítési szándék visszavonását jelenti. Cserna Gábor polgármester a vasmű támogatásával kapcsolatban elmondta, a város életében mindig nagyon fontos és mindig aktuális kérdést jelentett a vállalat sorsa. Addig jól, mint füstöl a vasmű kéménye. Függetlenül attól, hogy magyar vagy orosz tulajdonban van, most van egy adott helyzet, történt 2004-ben privatizáció. Ezzel a szituációval, ezzel a tulajdonosi körrel kell együtt dolgozni a magyar kormánynak, mert ez a vasmű. Vasmű nélkül nincsen város, város nélkül nincsen vasmű, tehát kettő szervesen összefonódik. Galambos Dénes, a Fidesz országgyűlési képviselője szeptember 27-én a parlamentben. Napi rendelőtti felszólalásában ismertette az 1200 dunaújvárosi vasműs munkahely megtartását. Mint mondta, 3 éve folyamatosan egyeztettek és dolgoztak a vállalat megmentésén. Hozzátette, az elmúlt napok pozitív eredményei kormányzati részről az aktív munkaerőpiaci helyzetet mutatják. Azokat a lépéseket, amelyeket a kormányzati részről aktív munkaerőpiaci lépéseként lehetett tenni, ezeket a kormányzat eszközölte, és ebben ha nem is napi szinten, de azért sajtótájékoztatókon szóltunk. Itt különböző szereplőkkel is kellett dolgozni, hogy így mondjam, és a szereplő az nem filmszereplő, hanem különböző személyek, akik a Dunafer ZRT-nek ezen a területén dolgoztak. Itt alapvetően a Jevgenyi Tankevics cégvezető úr ebben az időszakban ugye folyamatosan végig a tárgyaló partnere volt a kormánynak. Galambos Dénes hozzátette. A vasmű jelenét és jövőjét a dolgozói létszám megtartása, valamint a fejlődést elősegítő beruházások jelentik. Ez az eszköze annak, hogy a Dunaújváros modern ipari várossá válhasson.